a Sió Kupa elődöntőjében a Győr ellen sokáig tartotta magát a hazai KSC együttese, de végül 82-66 arányban vereséget szenvedett. Ezt követően a bronz meccsen már kijött a lépés a Peac ellen, így végül Gyoki Dzsejko együttese elhódította a harmadik helyet. Nekünk mindig nagy büszkeség ezt megrendezni, hiszen néhai nagyapám Szabó Ödön hozta létre ezt annak idején 1970-ben. Ez most már sorozatban az 53., ami azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyedülálló, hogy női kosárlabdában minden egymást követő évben megrendeznek egy ilyen felkészülési tornát. Nagyon jól szolgálta a felkészülést, azt gondolom. Még félkész állapotban vagyunk, hiszen van olyan légiósunk, például Rudi Habard, aki még nincs is itt. Ezt követően fog majd megérkezni a tornai megyeszékhelyre, illetve két amerikai játékosunk is apró pici sérüléssel bajlódik, Szájsa Gori és Victoria Viviens, úgyhogy nagyon sok lehetőséget kaptak a szekszárdi játékosok, a magyar játékosok is. Én azt gondolom, hogy a Győr ellen is az elődöntőben nagyon sokáig tartottuk a lépést, a Peac ellen meg kiválóan játszottunk, és nagy boldogság volt, hogy akár Horváth Dóri, Holc Rebeka, Boros Júlcsi remekül mutatkozott be az együttesben, illetve Studer Ági igazi vezér volt, 24 pontot dobott, és irányította végig a társaság. Úgyhogy nagyon nagy bizakodásra ad okot a bajnokság kezdete előtt ez a szereplés. Most egy pillanatnyi pihenő, és utána a játékosok, a csapat, a stábtagok a NEK-hoz látogatnak vasárnaptól csütörtökig. Egy zárt kis tábor lesz, és utána már rögtön szeptember 24-én idegenben megkezdjük a Beac ellen a bajnoki pontvadászatot, és itthon pedig majd a kedvenceiket a közönség 28-án szerdán a Cegléd ellen láthatják. Üldözők viadalának is hívhatjuk az idén, hiszen a Peac, a Győr, a DVTK és mi vagyunk a Sopron mögött. Ugye a Sopront próbáljuk mindig üldözni, de azt gondolom, hogy ahogy mondjuk a kézilabdában, a női kézilabdában a Győr, a női kosárlabdában a Sopron egy egész más kvalitás színvonalat képvisel, és utána jön a többi csapat. Ennek nyilván vannak financiális okai is, de mi, mint második euroligás főtáblás résztvevők, mindent meg fogunk tenni ebben a szezonban is, hogy megnehezítsük majd a bajnoki címvédő sorsát. A Sopron egyébként még nem járt Siókupán, de majd eljöhet ez a pillanat is, de talán túl nagy a rivalizálás ahhoz, hogy most ők itt legyenek. Én azt gondolom, hogy ez a négyes torna nagyon jó volt, szeretjük, amikor nemzetközi, de hát igazából, ha megnézzük a csapatokban a légiósok számát, akkor akár nemzetközinek is hívhatjuk. A KSC a bajnokságban továbbra is szeretne ott lenni a legjobb négy csapat között. Egy jó szerepléssel pedig a bajnoki döntő elérése sem lehetetlen. Igazából úgy gondolom, hogy nagyon hasznos mérkőzések voltak. Sajnos nem tudtunk teljes csapattal kiállni, főleg ugye a légiós poszton, meg még ugye Miklós Melindával van gond, mármint még sérültek, úgyhogy ez egy kicsit nehezítette, azért jobban örültünk volna, ha kicsit jobban az egész csapat össze tud szokni ezen a tornán. Viszont azt gondolom, hogy akik pályára léptek, igaz a Győr meccsen nem játszottunk jól, sok volt a hiba, viszont az előző edző meccshez képest fejlődtünk. Úgyhogy, és ez a mai Peac meccsen meg úgy gondolom, hogy még előrébb léptünk, és bár igaz, tényleg 80 voltunk bevethetőek, de úgy gondolom, hogy azok a magyar játékosok, akik majd így szezon közben csak ilyen epizód szerepeket fognak kapni, meg kevesebbet fognak játszani, azoknak pláne nagyon jó volt most ez a torna, hogy igenis be tudnak úgy szállni, ahogy igazából ma is mindenki beállt, mert csak mindenki hozzáadott. Nyilván látszottak, voltak hullámvölgyek, amikor elfáradt, viszont szerintem ez később nagyon fontos lesz tőlük is, hogy a fiatalok is ilyen bátran és ilyen jól álljanak be. Úgyhogy én ezt a mai meccset nagyon élveztem, jó ritmusban játszottunk, úgyhogy igazából összességében így ezt a jónak mondanám ezt a tornát, tényleg mindig nagyon jó a Siókupán játszani. A bajnoki menetelést szeptember 24-én kezdi meg a KSC az Elte Beac csapata ellen. Hazai pályán pedig először szeptember 28-án a Cegléd ellen mutatkozik be.